Köszöntöm műsorunk most csatlakozó nézőit! Önök a Bói Városi Televízió Napjaink című közéleti magazinját látják. Elsőként Márokra látogatunk el, ahol Felföldi László megyés püspök áldotta meg a külsejében megújult katolikus templomot. Nagy nap köszöntött a márokiakra. Állami támogatásnak és a hívek önzetlen adakozásának köszönhetően külsőleg megújult a katolikus templom. Ennek megáldására is hálaadó szentmisére került sor Felföldi László megyés püspök részvételével. Az eseményre nagyon sok mároki elszármazott és visszalátogatott falujába, és részt vett az ünnepi ceremónián. Áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal szépé tették ezt a templomot, adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a templomra, és a megújult szívekre most és mindörökké. Amen. Ritter Imre országgyűlési képviselő is megtisztelte a mai eseményt, egy kiemelt eseményt, hiszen a helyi német önkormányzat, mint támogatott, kapta meg azt a támogatást, amiben megújulhatott a mároki templom. Óriási dolog ez egy közösség számára. Igen, én is úgy gondolom, és nagyon örülök, hogy itt Márokon is, vagy tegnap például Fekeden is, de mondhatnám, hogy Ágfalvától Balmazújvároson kereszt Bajbocújvárosig szerencsére egyre több helyen tudunk segíteni az egyházak részére és a templomok, keresztek felújításában. Ez számunkra rendkívül fontos, hiszen a magyarországi németség fennmaradása, identitása az a egyház nélkül elképzelhetetlen, és a hit nélkül, tehát ahogy a Ungarn-Deutsch két szó összefort, ugyanúgy a német nemzetiség és az egyház és a hit is. És tényleg megható az, hogy ebben a helyi közösségek részt vesznek, hogy abból a pénzből, amit ők megkapnak, az legalább kétszer annyit kihoznak, mint egyébként egy normál vállalkozó vagy egy építkezés, és ezzel megint lehet közösséget építeni. Itt különösen kedves, bocsa Mise előtt, hogy Pécsről korábban éltünk ide, és akkor, hogy kiszálltam a kocsiból, egy idősebb néni megszólított így az árok túloldaláról, hogy hát kinek örülhetek, hogy meglátogatott bennünket, mondtam, hogy Ritter Imre vagyok. Jaj, kedvesem, de örülök, hogy tudod segíteni. Jöjjön, kinyitom a templom ajtót, és bevitt mindjárt a sekrestjében. Nagyon szép, kívül minden, de nézze meg, hogy néz ki a sekrestje. És a kintihez képest most milyen kopott a belső rész. Hogyha nekem egyszer egy lottó nyereményem lenne, én megcsináltatnám. Hát éreztem a feladatot ebből, hogy a templom belsőt és a sekrestjét is nagyon jó lenne megcsinálni. És én bízom benne, hogy ahogy az elmúlt 2-3 évben már sok helyen komoly segítséget tudtunk adni a továbbiakban is, bármennyire is rendkívüli helyzet van, de ami lehetőségünk lesz, azt megtesszük, hiszen ezekért a közösségekért muszáj. Önök elégedettek a magyar kormány egyházpolitikájával? Én a magyar kormánynak elsősorban a nemzetiség politikájával és a Magyarországon élő nemzetiségek részére biztosított lehetőségekkel foglalkoznék, és arra pedig azt gondolom, hogy nem igen lehetne ma Magyarországon olyan ember találni, aki ne fogadná el azt a tényt, hogy az elmúlt 8 évnek a Magyarországon élő nemzetiségek komoly kedvezményezettjei voltak. Soha még az elmúlt 9-10 évtizedben nem kaptunk ilyen lehetőségeket, mint ebben az utóbbi 8-9 évben. Hozzá kell tegyem mindjárt persze, hogy megemelem a kalapom, és fenntartás nélkül köszönet érte, de ehhez persze hozzátartozott előtte 8-9 évtized, amikor nagyon brutális, durva
bűnöket követtek el a magyarországi németséggel szemben, és nyilván 8-9 évtized bűneit, mulasztásait nem lehet 8 év alatt rendbehozni, ehhez szintén évtizedek kellenek, de azt mondom, hogy gyökeres fordulat van, és megkaptuk a lehetőséget arra, hogy nemzetiségként tovább éljünk, és a gyerekeink, unokáink is egy összetartó, erős német közösséget alkothassanak. Reméljük, hogy tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Valami egészen újat vár tőlünk az élet, és ez, ahogy ennek a templomnak a megújulását, a személyes életünk megújulását nekünk kell megvalósítani. Ami régen természetes volt, az ma már nem természetes. Ami régen egyszerű volt, ma azért nagyon sokat kell dolgozni. Régen, amire figyelni sem kellett, például egy papnak, hogy közösség legyen a templomban, nem kell ezzel foglalkoznia, mert élő közösség jött a templomban. Nem kellett szervezni, építeni ezt a közösséget, még az én gyerekkoromban sem. Az előző percekben templom szentelése és hálaadó Isten tiszteletre került szó itt Márokon. Azt hiszem, hogy egy püspök életében is fontos az, hogy a közösséggel lehet egy ilyen kis település közösségével. Természetesen a kis közösség az a múltnak az igazi kis gyöngyszeme, mondhatnám azt, hogy a csiszolt gyémántja. De meg kell erősödni, itt is meg kell újulni az épületnek, és ebben az új élethelyzetben a közösségnek is meg kell újulni. És újra magukra kell találni, hogy így, ebben az állapotban, így, ebben az új helyzetben hogyan tudunk mégis élő, dinamikus, szeretetben hullámzó, szeretetben túlcsorduló közösségé válni. És a templomszentelés, megújuló templom erre tanít bennünket. Külcsény, Belbecs, mindig mondjuk ezt a két kifejezést. Hát jó bemenni a templomba, mert ott élet van, hívő emberek sokasága, de most kívülről is látjuk, hogy ez a templom, amelyet több száz méterről, sőt kilométerről is lehet látni akár, gyakorlatilag Külcsényében újulhatott meg. Igen, nagyon régen elkezdődött ez, és igazából egy folyamat, és újra meg kell újulni egy épületnek, mint egy életnek, egy közösségnek is. Köszönet itt mindazoknak, akik ezt hozzájárultak, hisz egy-egy falu közössége, sok közösség egysége. Tehát itt is nem csak a római, ünnezett római katolikus oldal, nemzetiségi oldal is természetesen hihetetlen odaadással és szeretettel van. És ezt én nagyon köszönöm és boldog vagyok, hogy itt ilyen egységet tapasztalok meg újra és újra, hogy akik ide tartoznak, elszármazottak és itt lévők, és valahogy az itteni nemzetiséget segítők mind-mind ilyenkor összefognak, és azt mondják, hogy a miénk, a mi közösségünk, a mi templomunk, és újuljon meg. Megmondulást tűnik. Talán nagyon egyszerűen tűnik. Bealványozták, levakolták, lefestették, kész, szép lett. Minden emberi életben ez a lényege. Ebben van a titka. Egy házasság, egy család, az egyház. Ugyanez a lényeg. Ha mindenki a maga részét oda tudja adni, hol itt többet, hol ott kevesebbet, ez minden faluban, minden közösségben teljesen más, de az a jó, hogy mind látom, hogy mindenki igyekszik, hogy adjuk össze a tudásunkat, az erőnket, a lehetőségeinket, és utána ünnepeljük meg, hogy megint győzött a szeretet, megint győzött a jóság, megint megújultunk egy kicsit. Ez a kovász a közösség összetartozásának, amikor együvé válik gyakorlatilag egy cél érdekében? Igen, és ez a legeslegfontosabb. Ez tette az embert igazán emberré. A történelem folyamán ez őrizte meg, ahol elveszítette ezt az egységet, ezt a mélységet, ezt az összekötő kovászt, ott megszűnt, az a kultúra elsüllyedt valami miatt. Kicsúszott a kezükből, és most nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megújítsuk, megerősítsük. Mondhatnám, hogy kicsit új kovászokat kell keresnünk, mert
nem csak arról van szó, hogy megújul-e egy templom, vagy hogy néha találkozunk-e és ünneplünk, hanem az életünkről van szó, a családjaink, közösségeink életéről, az otthonainkról, hogy azokban igazi élet, igazi családi öröm, béke, szeretet legyen. Az acélt és tűzben edzik, ezek a népek, akik itt élnek, gondolok a svábokra, azért az elmúlt évszázadban igencsak megerősödtek, mint az acél a tűzben. Ennek a vidéknek a emberi története félelmetes. Óriási szenvedés van mögöttük. És én legjobban ezt csodálom, hogy ez a szenvedés valóban nem megkeserítette, nem megroppantotta, hanem megerősítette őket. És összefogtak, és összefognak, és tudják, hogy csak ebben tudjuk a mai kor szenvedését is legyőzni, és így tudunk győzedelmesek lenni. Püspök atya, a folyamat folytatódik, egyre több templom fog megújulni Baranyában és Tolnában? Egyre több templom várja a megújulást. Ez nagyon sok mindentől függ, természetesen anyagi lehetőségek is, de vannak falvaink, ahol összefognak és maguk megoldják nyilván a kisebb lélegzetvételű megújulásokat, de szeretném, és mindent meg fogok tenni, hogy minden templom, ahol közösség van, élet van, ahol belső megújulás is várható, az minél előbb kívülről, belülről megújuljon szerkezetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, és nagyon szépen köszönöm! És ha megújulunk, akkor mindig egy kicsit jobban érezzük magunkat. Mindig egy kicsit gazdagabbnak, többnek Isten, akire azt mondjuk, hogy örök Isten, a megújulásnak az Istene, az újnak az Istene. Ő mindig teremti ezt a világot, mindig valami újat. A beruházás kedvezményezettje a helyi német önkormányzat volt, melynek elnökével beszélgetünk arról, hogy mikor született meg a csírája a gondolatnak, hogy gyakorlatilag ezt a beruházást meg kell ejteni. Hát ennek a csírája 2020-ban született meg, akkor volt egy olyan viharnyáron, ami egy fenyőfaág beszakította a tetőt. És akkor voltunk abban a helyzetben, hogy minél előbb, tehát a 21. órában voltunk, hogy meg kell csináltatnunk. És akkor abban az évben az első három fát távolítottuk el, és akkor próbált itt a egyházközösség is pályázni, mindenki, a település önkormányzat is, de a falu programban nem tudtunk, és akkor nekünk sikerült egy egyéni kérés alapján. Mennyi forrást kapott maga az önkormányzat? Az önkormányzat erre 30 millió forintot kaptunk. Erre a tető felújítása úgy volt, hogy csak a tető lesz felújítva, átcserepezve, de hát kijött belőle a homlokzatfestés is, hál' Isten, úgyhogy rendbe tudtuk rakni a festést is, meg a vakulatjavításokat is. Hívők is nagyon adakozóak voltak? Igen, a toronyórát azt újítottuk egy kicsit föl, és ahhoz már nem volt anyagi forrásunk, ahhoz adakoztak a hívők. Mennyi lett a beruházás vég? Beruházás vége most én, amit kifizettem a Kvadrát Kft-nek, az 29 millió 890 ezer forint. Tehát így a 30-ból kijöttünk. Hát, milyen érzés így megünnepelni ezt a sikeres beruházást? Hát nagyon, nagyon jó érzés most, mert ahogy elmondtam az előbb, is a 24. órában voltunk, mert ez a tető is engem bántott egy kicsit, irigy voltam a szomszéd településekre, kisebb településekre, ott mindenhol föl volt újítva a templom, tehát ő csak nálunk nem. És nekem egy olyan célkitűzésem volt, hogy mindenképpen, minden áron. És akkor jött a gondolat, hogy Ritter Imrét megkérem, hogy próbáljon megsegíteni ebbe is. Hál' Isten, ő tudott segíteni, segített, megígérte, úgyhogy segítség így összejött általa. Milyen érzések vannak most így benned? Hát nagyon örülök neki, nagyon boldog vagyok, elég sokan összejöttünk. Köszönöm nektek is, hogy eljöttetek, úgyhogy tényleg. Tehát itt mindenki, itt a település elszármazottak jöttek, akik valamikor itt laktak, azok is támogatták anyagilag egy picit meg. Hát nagyon örül mindenki. Nagyon dicsérjük, hogy nagyon szép most a templomunk.
Sikeres folytatást kívánok. Hát, köszönöm. Remélem meg lesz, mert van egy új gondolat, most beszélgettem Imrével, hogy szeretnék újra pályázni itt a stációkra körbe, ez is egy egyedi, mert ilyen is ritka településeken van, ezeket szeretném felújítani. Ezekre is ráfér most már. Igen, hogy... ráfér, és ígéretet kaptam, hogy kapok rá anyagi forrást, és remélem, hogy jövő évben megtudjuk ezt is, és akkor lesz meg a belső felújítás is egy picit, akkor lesz 100%-os, akkor megnyugszunk teljesen. Ezúton is gratulálunk a márokiaknak a sikeres beruházáshoz, igazán büszkék lehetnek az új külcsényt kapott templomukra. A folytatásban tartsanak velünk a Majsi Szerb Ortodox templomba, amely falai között restaurátori munka folyik, mégpedig a sok száz éves falfestmények feltárása. Örökségvédelem terén elévülhetetlen érdemei vannak M. Bugarszky Norbert templomgondnoknak, aki alapvetően szívügyének tekinti az épített értékek megóvását. A Majsi Szerb templom egykori falfestéseinek feltárása és rekonstrukciója élvez most elsőrangú prioritást. Jelenleg egy kiváló restaurátor végzi ezt a rendkívül aprólékos munkát. Cél, hogy régi fényébe hozzák vissza az ódonépület belső hangulatát. Egy izgalmas fázis van most a Majsi templomban, hiszen Lángi József restaurátor elkezdte feltárni azokat a képeket, amiket 22 évvel ezelőtt találtunk. Szépen négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre haladva lefejtegeti a fedőréteget, egy olyan réteget fejt le a falakról, amit kb. 100 évvel ezelőtt egy felújításnak nevezett projekt keretében rámázoltak, és alóla szépen folyamatosan tárolnak elő a több száz éves falképek. Ez zajlik most Majson, aminek köszönhető ez az, hogy a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársággal erre 10 millió forintot biztosított a részünkre. Ez rendkívül kicsi pénzmag, de nem becsüljük le, hiszen ebből el tudott indulni a munka, és legalábbis én szeretném hinni, hogy kedvet fog adni akár a finanszírozóknak, akár mindenki másnak, aki betekintést kap ebbe. Hogy itt milyen képek vannak, hogy ezt esetleg továbbiakból is támogassa, és hogy ez a munka folytatódhasson, hiszen most csak egy nagyon kis részére terjed ki a templomnak ez a kutatás. Mondtad, ez a templom ez egy kultúrkincs? Mindenképpen, és annak örülök, hogy ezt nem nekem kellett kitalálni, vagy nem a hét szerbeknek, hogy azt mondani erről, hogy kultúrkincs, hanem objektív külső szereplők, akár a műemlékvédelmi hatóság, akár a restaurátor szakértők is azt mondták, hogy a dél-dunántúli régió egyik egyháztörténeti kultúrkincsét tárták fel a Majsi Szerb templomba. Tehát innentől kezdve már nem lokálisan arról beszélünk, hogy egy nagyon kis lélekszámú közösségnek a temploma, hanem ennek a mohácsi régiónak, illetve egész dél-dunántúli régiónak egy egyháztörténeti kincse. Személyes ügyed ennek a templomnak a megóvása, a restaurálása, mióta van meg ez a kötődésed? Hát elképesztő régóta van ez a kötődés, nagyjából olyan 22-3-4 évre tekint ez vissza, mondjuk a 90-es évek végére, akkor hát kötöttem barátságot, szerelmet ezzel a templommal, nagyon bántott ennek az elhagyatott állapota, és azóta igyekeztem mindenféle energiáimat mozdítani annak érdekében, hogy ez a templom megmeneküljön a pusztulástól, ez egy elsődleges cél volt, hogy megmeneküljön a torony sapkája, vagy hogy újraépítsük, hiszen ez volt a műemlék értéke, annó, azt hitték, hogy ez a legnagyobb értéke, és ennek a munkának a kapcsán véletlenül kerültek elő ezek a falképek, aminek a restaurálásomhoz zajlik. Hát én annak elképesztően örülök, hogy Majs emberei, Majsnak a népe, az az 1000 lakos, az ezt magáénak vallja. És ez azért tartom óriási eredménynek, mert 20 évvel ezelőtt, amikor én ezzel a templommal elkezdtem foglalkozni, akkor erre úgy tekintettek, hogy ez a szerbek temploma. Nem érdekel minket, mit törődünk mi vele, ez egy ortodox templom, és ez a szerbek temploma, és évekig kellett azt tudatosítani a helyi közösségben, hogy ez az ő kultúrkincsük. Hát a Herzi száma ma is egy, ennek a településnek az egyetlen műemléke. És hogy ezt elfogadtatni az akkori, mindenkori polgármesterekkel és a helyi emberekkel, ez egy csodálatos dolog volt. Különösen ennek az eredményeit látni, hogy amikor mondjuk vendégség érkezik egy majsi családhoz külföldről, vagy akár messziföldről, és evidencia, hogy akkor elmegyünk és megmutatjuk a templomot. Megmutatjuk a templomunkat, és ezt a ragzás, az nagyon fontos dolog a magyar nyelven, a ragozás, ez tök jó hallani, mikor egy majsi ember, egy szép sváb névvel úgy fogalmaz, hogy a templomunkat jöttünk megmutatni, és nekem ez egy nagyon szép dolog. Úgyhogy egy közösség van mögött, aki drukkol. Nyilván, aki tevőlegesen közreműködik, az a mohácsi, szerbek, maroknyi közössége, aki mindig segített ezekben a dolgokban, de természetesen egy építészcsapat is, hiszen Pécsen a Bartali Srab Kft. Nélkül ez a templom ez nem lenne már meg, illetve a műemlékesek is.
Persze az ember számol, és hát próbál kalkulálni, hogy mennyibe kerülne, ha minden megvalósulna a felújítás, a restaurálás tekintetében. Gondolom, csak is több ütemben működne a dolog. Mennyi lenne a végösszeg? 100 milliós nagyságra mindenképpen. Tehát, hogyha a templomban komplexen gondolkodunk, és alapvetően én most még csak a templom belsőben gondolkodom, kívülről szerencsére nem néz ki rosszul a templom, akkor azért itt 100 milliós nagyságrendű lehet az, hogy feltárni, hogy milyen képek vannak, ezeket stabilizálni, és utána esetleg restaurálni, felújítani, pótolni, de ilyenkor már az ember a bútorzatra is gondol. Nyilván ez nagyon-nagyon fontos lesz majd helyre rakni, mi is a célunk ezzel a templommal. Ez akkor lesz társadalmilag hasznos, ez az elköltött pénz, hogyha itt jönnek emberek és ezt megnézik. Nem azt mondom, hogy turisztikai látványosságot kell belőle csinálni, hiszen változatlanul is szakrális tér, de azért mégiscsak ott van a csatatér peremén. Tehát azért a Mohács 500, ha más nem, akkor az a rendezvénysorozat, ami azért itt van már a kapuban és 4 év múlva aktuális, talán akkor lehetne ezt jól pozícionálni, hogyha Mohács mezeire eljönnek magyar honfitársaink a csatai forduló kapcsán, akkor nyilván kíváncsiak lesznek ennek a vidéknek az egyéb kultúrkincseire, és szeretném, hogyha ebbe fel tudna zárkózni ez a templom, és ez is egy büszkeség lenne a helyi közösségnek, hogy itt van egy ilyen érték is. Lángi József restaurátor kapta megbízást, hogy a falképek konzerválását elvégezze. Hát nagyon komoly munkának látszik mindez. Igen, tehát nagyon sok probléma van a falképekkel. A legkomolyabb probléma az a nedvesedés. A falakba felszívódó nedvesség az akkumulálódik, és ahogy a kristályosodó só kiválik, az falkép felületét megbontja. Ez az olajtechnika egy vízzáró réteg, ezért nem tud kiszellőzni, és ahol tudott, kristályokat alakít ki, és szépen szétrepeszti a felületet, de a boltozaton nincs ilyen problémánk szerencsére. Ezt a falképet 22 évvel ezelőtt találtam meg. Akkor Bugárszky Norbert, mint fiatal ember, vette a bátorságot magának, hogy megmentse ezt a templomot. Rengeteg problémája volt, épület szerkezeti, tehát szét akart dőlni a boltozat. Hát ha felnézünk, akkor ott látjuk ma is ezeket a szerkezeti problémákat, de ezt vonóvasakkal megoldották, és a falazatba felszívódó nedvesség okozta a legtöbb problémát. A toronysisak le akar dőlni, és ezt ő sikeresen megoldotta, de minden ilyen építő tevékenységhez kell restaurátori kutatást végezni. És akkor nagy örömünkre megtaláltam ezeket a csodálatos falképeket, ami a mai Magyarország területén mind készítés technikájában, mind ikonográfiájában egy különleges. Ezt a templomot kívülről megnézi, az ember nem nagyon kívánkozik be menni, mert hogy nincs semmi olyan műrészlet rajta, ami hát értéket sejtetne belül. Viszont a belső tér kifestése az, ami elképesztő, tehát anyag használatában is maga az ikonográfiai program, tehát egy templom kifestése az nem csak úgy születik, hogy jön a festő, és akkor valamit oda pingálok, hanem általában egy teológus az, aki meghatározza a programot, és hát a művész ezt végrehajtja, és hát itt is egy ilyen különleges ikonográfiai programról van szó, és hát Magyarországon például az egy nagyon-nagyon különleges, hogy itt egy falra festett ikonosztázionról volt szó, tehát a diadalívnek ez a felső része, ez egy falazott szerkezet volt, egy gerendára épített egy sor futó tégla, és a falra festették meg az ikonosztázt. Tehát másútt ilyennel nem találkozhat az országban az ember. Vélhetően egy mestere volt ennek, vagy azért a munkából lehet látni, hogy akár többen is részt vettek benne? Minden bizonnyal ez egy műhely volt. Általában nagyon karakteresek az ő figurái, az arcai, a festésmódja, de szerintem nem egy embernek a munkája. És hát itt meg kell azért arról emlékezni, ez nagyon fontos, hogy az ikonosztáznak, amit sajnos a 19.-20. században elbontottak, a fő képei megmaradtak. Tehát megmaradt a 4 alapkép, és maga a királykapu, és ezt ugyanaz a mester festette, aki a szentének, vagy ahogy a szerbek hívják, oltárnak a falképeit. És még az a különleges, hogy ez a szentély kifestés, ez korábbi, mint a hajónak a boltozata. Ez a hajó boltozat, ez elvágja a mi falképeinket, tehát ezt a bizonyos festett ikonosztáziont, ezt kívülről érdemes majd megnézni, hogy az elépített pillér, illetve a boltozat a falképek jó részét eltakarja.
Ha és amennyiben egy teljes restaurálás megtörténne, ez egy nagyon komoly turisztikai attrakció lehetne? Hát nagyon érdekes, hogy mit tud turisztikai attrakció lenni. Tehát nem elég ahhoz maga a mű, hanem ezt jól el kell adni. Nekem van tapasztalatom e téren, mert a felső Tiszavidék középkori templomait és Gömörnek a középkori templomait egy ilyen gótikus útra, vagy a középkori templomok útjára megpróbálták fölfűzni, és ennek egy nagyon komoly marketing tevékenysége is van. Tehát nem elég ahhoz, hogy van egy csodálatos templomunk, amit akár itt a helybeliek ki is tudnak nyitni, mert itt szerb közösség sajnos már nincs. Tehát nem elég maga a mű, tehát ezt el kell adni, propagálni kell, és minél több fórumon meg kell jelenni, hogy az erre látogató turista ingerenciát érezzen, hogy ezt a csodát megnézze. A Mansi szerb templom Baranya épített örökségének égköve. Minden tisztelet azoknak, akik az állag megóvásban részt vesznek, és a jövő nemzedéke számára megőrzik a múlt értékeit. A Bói Nyugdíjas Szabad Egyetem előadói a tudományok széles palettájáról érkeznek. Ezúttal dr. Makó Hajnalka, klinikai szakpszichológus osztotta meg gondolatait hallgatóságával. Veszteségeink feldolgozása és a gyász lélektana címmel tartott közérthető előadás dr. Makó Hajnalka, egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, a Bói Nyugdíjas Szabad Egyetem népes hallgatóságának. A novemberi etap témaválasztását többek között a nemrég lezajlott halottak napi temetőjárás adta. A PTA kiváló pedagógusát előadása megtartása előtt kérdeztük. Egy univerzális jelenségről van szó, tehát életünk folyamán mindenki, bárki át fogja élni a veszteséget, akár kapcsolati veszteségről van szó, akár élethelyzeteknek a változását kísérő veszteségekről. Nézzük a gyászt, mint fogalmat, és akkor az elmúlásra gondolunk elsősorban. Gyakorlatilag mennyire érint meg minket általában a gyász, mennyi ideig gyászolunk, egyáltalán hogy gyászolunk? Igen, nagyon jó a kérdés. A magyar népi kultúra nagyon szép válaszokat ad egyébként a gyásznak a folyamatára. Nagyon szép rítusaink vannak arra nézve, hogy a veszteségeinket hogyan kezeljük, hogy hogyan viszonyuljunk a gyászolóhoz, hogyan segítsük, támogassuk a gyász munkáját. A gyásznak a megélése az életkoronként változó, tehát a gyászhoz való viszonyunkat meghatározza az, hogy mit gondolunk a halálról való elképzeléseink, gondolataink, azok a gyász munkánkat is meghatározhatják. A gyerekek még egészen másképp gondolkodnak a veszteségről, a halálról, mint mi felnőttek, és hogy ők még visszafordíthatónak találják bizonyos életkorokban, vagy elutazáshoz, eltávozáshoz kötik, tehát valamelyest a visszafordíthatósága egy ilyen veszteségnek számukra még rugalmasabban elképzelhető. Olyan 10-12 éves korra alakul ki az a fajta halálkép, ami már a felnőtteket is jellemzi, és ez már a végességet, vagy a véglegességet jelenti. És hát ennek különböző, a gyászmunkának különböző szakaszai vannak, egészen a soktól, azután a feldolgozás folyamatáig, azok a szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, ezeknek a szakaszoknak a főbb jellemzőit is leírják, vizsgálják klinikai esettanulmányok mentén. Mennyire jellemző kép, hogy az emberek olyan mélyen élik meg a gyászukat, hogy szakembert kell bevonni a gyász oldásába? Ugye a gyász kapcsán két esetben javasolt szakembert felkeresni. Létezik egy olyan fogalom, hogy komplikált gyász, vagy elakadt gyászmunka, ami azt jelenti, hogy a gyász folyamat valamilyen oknál fogva nem a maga medrében, megfelelő medrében zajlik. Komplikált gyász lehet akkor, hogyha elhúzódik, tehát akár mondjuk egy éven túl is még nagyon nehéz, rossz érzések kísérik a veszteséget, vagy komplikált gyász lehet, hogyha különböző lelki problémák jelentkeznek a veszteséget követő fél egy éven túl is, gondolok itt depresszióra, szorongásra. Tehát ha elakadt gyászról beszélünk, vagy komplikált gyászról, akkor mindenképpen javasolt lenne szakember felkeresése. És egyébként van olyan, hogy a normatív folyamat gyászmunka megtámogatása kapcsán is felkeresnek bennünket. Emberek, akik átéltek veszteséget, azt kérve, hogy segítsük őket ebben a feldolgozási folyamatban. Ennek az előnye az lehet, hogy talán kisebb valószínűséggel indulhat el, vagy jelentkezhet komplikált feldolgozás a gyász kapcsán.
A gyász mélységét meghatározza, hogy milyen közel állt hozzánk az illető, és egyáltalán milyen a lelkületünk, mennyire vagyunk erősek a gyász elviselésében? Így van. Tehát például vannak olyan gyászelméletek, amelyek azt mondják, hogy az, hogy milyen mértékű lesz a gyász, gyászmunka, milyen intenzitású érzésekkel, milyen típusú érzésekkel küzdünk, azt meghatározza a kötődésünk, ahhoz a személyhez kapcsolódó kötődésünk. De meghatározhatja az is, hogy hogyan viszonyulunk a nehéz helyzetekhez. Tehát vannak olyan személyiségi jellemzőink, amelyek segítenek bennünket abban, hogy nehezebb élethelyzeteket optimálisan dolgozunk föl. Vagy meghatározhatja az is, hogy találunk-e értelmet, jelentést, bölcsebbé válunk egy-egy vesztesség kapcsán, és azt be tudjuk-e forgatni az élethez való viszonyunkba, értékrendünkbe, kapcsolatainkhoz való viszonyulásunkba. Példákat is említsünk, hát van az a generáció, él még az a generáció, amely 50-60 éveket is egymás mellett élt, és gyakorlatilag ebben a szituációban veszíti el a társát, illetve hát, hogyha a gyermek, unoka hal meg, abban talán egy kicsit mi magunk is belehalunk. Igen, tehát a komplikált gyásznak vannak különböző hajlamosító tényező, és ilyen például az, hogyha gyermek vagy unoka veszítődik el egy családban, mert ez nem a... az életrendje, nem ez az életrendje. Tehát az életrendje az, hogy az életkorral idősödünk, és az időskornak egy bizonyos szakaszát elérve számolnunk kell a halállal is, vagy szembe kell néznünk a halállal is. Az egy nem természetes állapot vagy folyamat, amikor gyerek vagy serdülő küzd az életéért. Tehát ezek nehezített helyzetek, de ilyen nehezített helyzet lehet az is, hogyha ambivalensre viszonyunk például a hozzátartozó valakit elveszítettünk. Tehát vannak feloldatlan nehézségek, konfliktusok a kapcsolatban, mert azt akkor nincs lehetőségünk feloldani ezeket a nehéz érzéseket. Vagy komplikált gyászra hajlamosító tényező lehet az is, hogyha valaki erőszakos bűncselekmény vagy cselekmény következtében veszíti el a hozzátartozóját, hisz ez sem az életrendje szerint bekövetkező veszteség. És valóban a másik az, ami kötődik az előző kérdéséhez, hogy egy kapcsolat minél tartósabb, minél mélyebb, minél elkötelezettebb, annál nehezebb a veszteséget feldolgozni. Ilyen módon 50-60 év együttélés is ezt a fajta erőszövetséget jelzi két ember között, aminek a feldolgozása nehéz. Hogy említettem az elején, a születés és a halál az velejárója életünknek, van egy belépő és egy kilépő pontja ennek a történetnek. Ugyanakkor, ahogy idősödünk, egyre többet foglalkozunk a halál gondolatával, mint hogyha a középtájékán és a gyermekkorunkban ezen nem igazán foglalkoznánk. Ez egy természetes dolog? Abszolút természetes. Tehát, hogy egyrészt arról is szól ez az élethelyzet, hogy az életkorral egyre több veszteséget fogunk mi is megtapasztalni az életutunk során. Tehát elveszíthetjük a szüleinket, nagyszüleinket, különböző olyan élethelyzetekbe kerülhetünk, ahol megéljük a veszteségeket. Tehát nem csak a halállal élünk meg veszteséget élhetünk meg egy, például itt most aktuális események mentén, egy háborús esemény kapcsán vannak emberek, akik az otthonukat veszítik el, vagy költözniük kell, vagy akár itt a katasztrófa helyzetekre is gondolhatunk, Magyarországon bekövetkezett katasztrófa helyzetek miatti lakhelyváltásokra is, de veszteséget jelenthet egy munkahely elvesztése is. Tehát az életkor előre haladtával több olyan élethelyzetünk van, ahol a lezárással, az elvesztéssel, a gyásszal, a veszteséggel foglalkoznunk, dolgoznunk. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy az egy természetes pszichológiai jelenség, hogy az élet forduló, vagy az élet középen túl már szembe kell néznünk a saját, akár a saját testi változásaink mentén, akár a saját kapcsolati változásaink mentén a saját idősödésünkkel, vagy a saját életkorunk gyarapodásával, és ezen keresztül azzal is, hogy mi lesz akkor, ha, vagy hogyan viszonyulok én ahhoz, hogy az élet véges, és mi az, amit, ez egy újragondolási lehetőség is egyébként az életközepi válság, mert hiszen ha ezt végig gondolom, akkor azon is tudok gondolkodni, hogy mi az, amit a saját életemben még bele szeretnék tenni, vagy meg szeretnék élni. Pár perc múlva elkezdi az előadását e témakörben, itt a Szabad Egyetemen. Újra itt vannak azok a nyugdíjasok, akik nagyon kíváncsiak az ön előadására is, és az összes többire is. Jó dolog, hogy ők érdeklődnek ilyen témák iránt?
Igen, nagyon jó dolog, hisz a mentális egészségnek része az is, hogy tudom, tájékozódni szeretnék arról, ami bennem zajlik, tehát a lelki folyamatoknak a megismerése, ez segíthet bennünket abban, hogy különböző helyzeteket, akár például a gyászhoz, vagy a veszteséghez kapcsolódó élethelyzeteket elég jól tudjuk kezelni, vagy érteni tudjuk. Előadóként most azért egy idősebb korosztályú diák seregül ennel szemben. Más ilyenkor a kommunikáció? Nem, és nagyon örülök, hisz ez azt jelenti, hogy nyitottak, kíváncsiak az új ismeretekre, tehát ez nagyon üdvözölendő törekvés, ami bolyban évről évre megvalósul ezekben az előadásokban. Lehetne ez mint a más települések számára is? Igen, azt gondolom, hogy nagyon jó minta és nagyon jó példa. A mai Nyugdíjas Szabad Egyetem ezévi záró előadását dr. Nagyváradi László professzor tartja majd december közepén. Vélhetően ezen is nagy lesz majd az érdeklődés. Megtelt a Villányi Kultúrház dr. Zacher Gábor toxikológus előadására. Az érdeklődők a COVID-járvány megannyi szegmenséről, továbbá a függőségek hazai vetületeiről hallhattak fontos információkat. A magyar lakosság szokásai és a függőségekhez való viszonya megváltozott a járvány idején, mivel az időszak maradandó nyomot hagyott a hozzátartozók, barátok elvesztése és a hosszú két év miatt, fejtette ki Zacher Gábor toxikológus. A Villányi Művelődési Házban tartott előadáson többek között arról is beszélt, hogy a magyar lakosság szokásai és a függőségekhez való viszonya hogyan változott a járvány idején. Zacher Gábor a fórum előtt stábunknak is szívesen nyilatkozott. Doktor, miért tartja fontosnak ezt az országjárást, hogy különböző fórumokon találkozol az emberekkel, és megoszta gondolatait a legaktuálisabb témákban? Azért, mert az embereket érdekli a saját életük, a saját világuk, leginkább úgy, hogy a valóságot hallják. Hiszen ma, ugye miről szól napjaink világa? Figyelj oda az óriás plakátra, nézd az M1-et, hallgassd a Kossuth Rádiót, és olvasd az Origót. Ja, és a legfontosabb, ne gondolkozz. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó. És azt gondolom, hogy én nem azt, persze ez olyan hülye hangzik, ezért vállaltam föl, nem egyáltalán nem vállaltam föl, én nagyon szeretek előadni, nagyon szeretek oktatni, de azért valahol azért ez is benne van, hogy én tulajdonképpen elég kendőzetlenül, néha talán elég közönségesen is, de megpróbálom a valóságot elmondani az embereknek. Világos, hogy egy olyan részről, ami a szakterületem. Szóval igazándiból, mit tudom, nagy politikával, gazdaságpolitikával, ilyenekkel abszolút nem foglalkozom, hiszen nem értek hozzá. De azzal a viszonylag szűkebb területtel, ugye a toxikológiával, a függőségekkel, és ennek persze nagyon-nagyon sok vonatkozása van, akár társadalmi, akár gazdasági vonatkozásai, ezekről meg azt gondolom, hogy kell beszélni az embereknek, mert ez a mindennapi életünknek tulajdonképpen a részét képezi. Remélem nem érti félre, hát tévésztárrá vált az elmúlt időszakban, rengeteg szakértése kérik föl. Azért hagyd szóljak bele, azért jó pályán csatorna van, ahol nem hívnak leve, és valószínűleg pont itt az első mondataim miatt nem hívnak, hiszen azért... Túl őszinte? Én azt gondolom, hogy igen, de, és ez biztos, hogy sok-sok embernek tulajdonképpen csípi a szemét, és mondjuk az online világ azért ez egy elég kegyetlen történet, és mondjuk akár egy-egy interjú, hogyha megjelenik, akkor azért ott az ember kap hideget, meleget, de hát azt pontosan tudjuk, hogy vannak hivatásos trollok is. Ugye akiknek az a feladatuk, hogy az embereket tönkre tegyék, hiszen ha Putyinnak lehetnek trolljai, ugye ott Leningrádban az a 400 fiatal ugye ott ül, és gyakorlatilag ugye trollkodja a világot, és beleszólnak akár mondjuk az amerikai elnök választásba, és akkor miért ne lenne ez Magyarországon is? Itt volt nekünk, és talán még itt is van nekünk ez a COVID-járvány, amely megváltoztatta az életünket. Itt visszatérve a TV szereplésekhez, Merkelivel, Szlávikkal és hát a pécsi virológusokkal együtt önök nagyon sokat szerepeltek. Tették egy kicsit helyre a dolgokat, ugye ebben a történetben? Igen, alapvetően, mert ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen az egész járványnak a kommunikációja, akár magáról a betegségről például elhangzott valami. És nekem szemem előtt lebeg, ugye, hát talán még a nézők közül van, aki emlékszik rá, annak idején Czeisler Endre. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt mesélt a magyar televízióban a genetikáról, ami akkor még persze nem volt annyira széles körön ismert, mint napjainkban, de Czeisler Endre úgy adta át ezt tulajdonképpen az embereknek, hogy az is megértette, akinek mondjuk van egy 500 szós
szókincse, és az is megértette, aki mondjuk Arany Jánosi szinten beszéli a magyar nyelvet, és valahol ez szerintem egy hihetetlenül fontos dolog. És ugye pontosan ennek a hiányát tapasztaltuk ugye itt az egész járvány kapcsán. Volt egy nagy köd, ebből időnként így kinyúltak adatok, kaptunk valamit, de igazándiból ugye mindenféle kommunikáció le volt tiltva, és ahogy ön is mondta, ugye volt az a néhány ember, aki abszolút hivatalosan ugye kommunikálhatott, és akkor volt egy-két olyan őrült, mint például én is, aki azt mondta, hogy hát én elmondom, amiket látok, meg amiket tulajdonképpen tapasztalok. Némileg volt ebben kontraszt, tehát ahogy ön is említette, hogy ilyen és olyan vélemények azért ütköztek még a szakmán belül is. Egy biztos, hogy több alkalommal a sürgősségi belső életét villantotta fel, mint egy rávilágítva arra, hogy azért nagyon nagy gondok vannak ezzel a Covid-dal. És igen, ez nagyon jól fogalmazott, ugye, mert nem múlt időben fogalmazott, hogy voltak a Covid-dal, hanem vannak is elképzelhető, hogy lesznek is. Hiszen ugye az ötödik hullám véget ért, most egy kis nyugalmi időszak van. Persze emelkedik ugye a szennyvízben megint ugye a koronavírus örökítő anyagának a mennyisége, amiből lehet azért bizonyos következtetéseket levonni, de nincsen kristálygömbünk, amiből meg tudjuk mondani, hogy lesz-e hatodik hullám, hetedik hullám, lesz egy új mutáció, hiszen ha belegondol, ugye itt volt az Omikron, ugye az Omikron az ugye Botswanából indult el, ahol egy HIV-pozitív embert megfertőzött a Delta, és lett belőle kvázi Omikron, ami aztán egy hónap alatt beteríthette tulajdonképpen az egész Földet, és okozott ugye nagyon-nagyon sok megbetegedés, szerencsére nem olyan súlyosot, mint a Delta. Ugye csökkent a halálos áldozatoknak a száma, de például mondjuk a megbetegedettek száma jelentősen megugrott, és ennek megint csak gazdasági következménye is lehettek, hiszen ugye aki beteg lett, és mondjuk nem kellett feltétlenül, hogy nagyon súlyos beteg legyen, de hát akkor is neki, legalábbis Magyarországon ugye az akkori rendelkezések alapján x időt otthon kellett töltenie, ami ugye mit is jelentett, hogy ő kiesett erre az időre tulajdonképpen a munkából. És mondom, nem látjuk azt, hogy lesz esetleg még egy újabb variáns, és hát azért a görög ABC-ben még sok-sok betű van, hogy az új variánsokat talán el lehessen nevezni. Érdekes, a magyar ember megoszlott minden egyes témában, tehát legyen az oltáspárti, oltásellenes, keleti vakcina, nyugati vakcina, egy szóval mindenre volt A vagy B verziónk és válaszunk, gyakorlatilag így evickéltünk el a mai napig is. Igen, és ez megint ugye a kommunikáció hiányáról szól. Hiszen olyan alapvető dolgokba kellene kiindulni, hogy egyáltalán is működik ez a vírus. Mik is egyáltalán a vírusok? És ugye hát innen pár kilométerre van egy fantasztikus központ, ugye, ahol zseniális fiatal és talán kevésbé fiatal tudósok dolgoznak, akik tök jól érthetően, ugye, akár ugye professzor úr, ugye akár Kemenesi Gábor, aki szerintem az egyik legokosabb magyar fiatal tudós, hihetetlen jól, egy csomó mindent el tudott volna, és persze próbált is, és el is mondott jó néhány dolgot ugye az embereknek abszolút közérthető módon. De például az, hogy hogyan működik ez a vírus, hogyan jut be a szervezetbe, ott mit csinál, milyen betegséget okoz, miért nem lehetett ezt bemutatni, hiszen például itt volt ugye a Dunaszerdai Kórházról készült dokumentumfilm, ugye, amit szlovákiai magyar újságírók készítettek. Egy 25-30 perces dokumentumfilm, ami nem a szenzációról szólt, nem azt mutatta, hogy milyen fantasztikus hősek ugye az egészségügyi dolgozók, hogy ugye halált megvető bátorsággal dolgoznak akár 400-450 órát is egy hónapban, hanem egész egyszerűen ember közelébe vitte ezt az egész problémát, ezt a betegséget, és azt gondolom, hogy ez hiányzott igazándiból. És ugye, amit ön is mondott, hogy megoszlottak a vélemények, és ugye itt az online világ mindig is egy nagyon érdekes, és hihetetlenül tudja befolyásolni az embereket. Mert ha valaki például leírja azt, hogy ő kapott 4 oltást, és semmi baja nem volt, ez szerintem senkit nem fog érdekelni az ég a világon. De valaki leírja, hogy akár a 4 oltás után mondjuk megbetegedett, akkor már rögtön jön, ugye, hogy szart se érnek az oltások, és megy a fikázás. És ugye itt a vírustagadók, ugye itt az oltásellenesek, akiket aztán hál' Istennek azért ugye itt a közösségi médiából le is tiltottak, pedig több mint 100 000-es követőtáborral bírtak, azok is azért nem kifejezetten jót, sőt kifejezetten rosszat tettek tulajdonképpen ennek az egész problémának. És ugye az oltásokkal kapcsolatban is elmondta valaki, hogy hogyan működik egy mRNA-s vakcina, egy vektor vakcina, egy előtt vírus vakcina, mit csinál a szervezetben, és hogy igenis az oltásoknak van szövődménye. Szóval ez nem egy olyan dolog, hogy itt ezt egy olyan fantasztikus dologról van szó, hogy itt 1 millió emberből 1 millió ember nem fog megbetegedni. Szó nincs róla. Hiszen egyetlen egy oltásnál sem szerepelt az, hogy ez 100%-os hatékonysággal véd. Még ugye a Pfizer oltásnál is, amiről ugye azt mondták a legjobb, ugye a rendelkezésre álló oltások közül, ott is egy ilyen 94-96%-os biztonságra lehetett valójában menni. És ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy
hogy ugye itt az oltásokkal kapcsolatban ugye nagyon sok negatív vélemény volt. De például, amikor megjelenik egy új gyógyszer, mondjuk magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, rengeteg betegség ellen, hiszen jönnek új készítmények, ott az emberekben ez nem merül föl. Holott mekkora lista van a mellékhatások? Holott mekkora lista van a mellékhatásokról, nem beszélve arról, hogy például a Pfizer oltásnál, ugye a fázisvizsgálatok során, hiszen ugye van az állatkísérlet, és utána vannak a különböző fázisvizsgálatok, amelyek mind arról szólnak, hogy egyre több és több önkéntesen próbálják ki tulajdonképpen magát az oltóanyagot. 40 ezer ember volt benne a Pfizer oltásnak a harmadik fázis vizsgálatában. Soha a farmakológia gyógyszertan történetében nem volt még egyetlen egy készítmény, ahol ilyen sokan részt vettek volna egy fázis 3-as vizsgálatban. És dacára ennek ugye hát itt aztán volt minden, az ég jött a világon, a tóliktól kezdve mindennel lehetett találkozni. Ugye az online világban, meg hát ugye a személyes kommunikációkban is természetesen. Kicsit témát váltunk, és hát a fiatalokról és az ő életükről fogunk szót ejteni, természetesen a toxikológus szemszögéből. Hát, hogyha felcsapjuk manapság a híreket, olvassuk, hogy egy celeb bekerül a kórházba, felvágta az erejét, gyakorlatilag kábítószeres hatás alatt van, egy másik gombás szeánszon vesz részt siklós mellett, és majdnem belal ebbe a történet. Beszólnék, ez nem gomba. Az ajahuasca nem gomba, az ajahuasca egy növény természetesen, de a gombához így tulajdonképpen nincsen köze, bocsánat, hogy közbevágtam, de azért akkor ezt pontosítsuk, hogy ezt a... De hát, ahogy ezt itt lehetett is ugye követni ennél a szegény kislánynál, hogy azért ez azért nagyon-nagyon megsínlette ezt az utazást. Tehát erre fölkapjuk a fejünket. Holott azért ez a kábítószeres világ, ez a különböző tudatmódosító szerek jelenléte most már szinte általános a környezetünkben, csak nem veszük észre, vagy nem akarjuk szülőként észrevenni. Ez megint egy érdekes dolog, hogy itt a hozzáállás azért mennyire megváltozott. Hiszen mondjuk az én korosztályom, én 62 éves vagyok, azért alapvetően még egy olyan világban nőtt föl, ugye a rendszerváltoztatás előtt, amikor is azért Magyarországon nem volt kábítószer. Jó, volt persze, tudjuk, hogy voltak morfinisták, meg ott volt ugye a Parkán, meg az Aktedron, meg a Centedrin, meg lehetett ugye nitroigítót, meg ragasztót cipuzni, de például, ha én szerettem volna mondjuk egy marihuánás cigarettát elszívni mondjuk egyetemistaként, hát az nem lett volna olyan egyszerű. Ma pedig szerintem nem is kell két, szerintem egy SMS elég hozzá, hogy az ember hozzájusson. És ugye az a generáció, szülői generáció, akinek ma már mondjuk ilyen 14-18 év körül gyereke van, ők a rendszerváltozás után lettek kamaszok, fiatal felnőttek, kezdtek el dolgozni, jártak egyetemre, stb. Ők már lehet, hogy egy kicsit másképpen állnak ez a dologhoz, mert lehet, hogy ők maguk is tulajdonképpen már ezt kipróbálták. Úgyhogy az a generáció, kvázi az öregek, mint mi például, mi ki fogunk menni ebből a dologból, és azért nagyon más lesz a szerekhez a való hozzáállás, mert ugye most, amikor arról beszélünk, hogy kábítószer, akkor eszünkbe jut egy ilyen leszuttyat, koszos, dzsuvás, intravénás szerhasználó, aki esetenként a hepatitiszt, ugye a fertőzőmárgyulladás C-vírusát hordozza. Igen, vannak ilyenek. Mondjuk olyan 1200-1300 a Magyarországon, ami azért nem egy akkora populáció. De az, hogy most a gyerek a hétvégén elmegy a buliba, és ott beleszív, vagy elszív egy marihuánás cigarettát használva, ami tablettát, port, ezt, azt, amazt, az nem jelenti azt, hogy ő belezuhant ebbe a dologba, és hogy akkor most ő kábítószer függő lesz. Csak megkóstolta. És az a kíváncsiság ez azért ott van mindenkiben, és biztos bennünk is ott volt, de hát egyszerűen nem férhettünk hozzá a dologhoz, és ez pont olyan, mint az alkohol. Hát hiába mondja, hogy ne igyál, mit tudom én, az a kamaszkorban csak az embernek van az első, második, harmadik ilyen keretsértése, és ez nem jelenti azt, hogy aki kamaszkorában mondjuk berugott egy párszor, abból ma alkoholista lett. Szóval nem kell, hogy ez törvényszerűen egymás után következzék ez az egész dolog. És azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk együtt élni magával a kábítószerekkel. És ugye az a mondat, hogy a drog háború, hát ez már nagyon régen elveszett, szóval azt már annak idején jó pár amerikai elnökkel ezelőtt kijelentették, hogy itt igazándiból persze nagyon fontos az, hogy most ugye ott a dél-amerikai kokaföldeket elpusztítsák, ugye, hogy a kereskedelmet is próbálják ugye valahogy ugye ellenőrizni és ugye lefülelni ugye itt a szállítmányokat, de alapvetően ma már azért jóval inkább ugye nem ez a fajta kínálat, hanem a keresletcsökkentési drogpolitikára kéne odafigyelni, ami meg miről szól? Arról, hogy a fiatalokat megtanítjuk például nemet mondani. Tehát ez a szülő felelőssége van. Nagyon sokban a szülő felelőssége, csak ugye a szülőnek az nagyon sokat kell talpalnia,
És ugye itt nem arról van szó, hogy mondjuk jelenleg a piacon lévő kb. 900 szernek ő pontosan ismeri a nevét, hogy ez most milyen receptorokon hat, milyen élettani hatáson, mert szerintem ez tökre mindegy. Alapvetően ez nem is kell, hogy őket alapvetően érdekel, sőt, ugye mivel a gyereket jobban érdekli ez a téma, neki ebből a szempontból a tárgyi tudásbázisa az több lesz valószínűleg, mint a szülőé, és ő jobban tisztában van ugye azokkal a napra készszerekkel, amik most éppen most fantázenében jelen vannak a piacon, hanem alapvetően, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezek a szerek, és tök mindegy, hogy milyen szerről van szó, egyetlen egy dolgot csinálnak velünk, megváltoztatnak bennünket. És úgy fognak minket megváltoztatni, hogy ebben a változási folyamatban már nem fogunk tudni beleszólni. És ezt egyféleképpen tudjuk elkerülni, ha tudunk és merünk nemet mondani, ami nagyon szépen és nagyon jól hangzik, de ezt meg kell tanulni. De csak persze kíváncsi a fiatal, és hát ahogy említette ön is, azért belekóstolt egy másik generáció is, mondjuk az alkoholba, a dohányba, most ott vannak ezek a kábítószerek, ott ez az iBar, meg annyi új történet, amit akarva akaratlanul, de találkozik vele a rendezvényeken, a különböző diszkokban, összejöveteleken. Hogy tud nemet mondani, amikor a többiek is mondjuk rábólintanak az igenre? Alapvetően ugye ez nagyon sokat függ attól, hogy ő mit hoz otthonról. És most itt nem azt értem, hogy milyen a farmer, a reggel cipője, és így tovább, hanem milyen értékrendet, mit lát otthon, milyen szociális környezetben nevelkedik, mert az nagyon-nagyon meghatározza ugye a jövő életét. És ettől még azért, ha az a gyerek beleszív abba a marihuánás cigarettába, és kipróbálja, és netán nem negatív élménye lesz tőle, ez nem azt jelenti, hogy akkor most összedőlt a világ, és akkor úristen, drogos lett a gyerekem, és akkor holnap már függő lesz, és így tovább. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez a mai világ, ez azért hihetetlen nagy kihívást jelent, ugye elsősorban persze a fiataloknak, ugye a kevésbé fiataloknak is, de ők az, akik ebbe benne élnek. És például nagyon gyakran látjuk az utóbbi időben, hogy egyre több a szorongó gyerek Magyarországon. És ugye a szorongást valahogy megpróbálják oldani. És például kiváló szorongás oldal mondjuk az alkohol, egyes tudatmódosítószerek, akár a nikotinra is mondhatnánk azt, hogy szorongás oldal, hiszen nézzünk meg egy dohányos embert, egy felnőttet, aki mit 25 éve dohányzik, a szorongáskor szinte lánc dohányossá válik, ugye ideges. Hát most végignézni mondjuk egy meccset, ahol mondjuk nagyon fontos, hogy most a kedvenc csapat tovább jut, vagy nem, hát az biztos, hogy nem mindenfél időben egy szál cigarettát fog elszívni, hanem mondjuk lehet, hogy egy dobozzal elpöfékel az alatt a 2x45 perc alatt. Persze valaki elkezd sodródni, és egyre mélyebbre jut ebbe az alagútba, és gyakorlatilag komolyabb szerekhez is nyúl. Maga a szülő mit vesz észre abból, hogyha nagy a baj, és tényleg komoly változások történtek? Itt önmagában véve ugye nem a nagy dolgokat fogja majd észrevenni. Szóval az, hogy most a gyereket hazahozzák betépve, igen, hallottunk ilyenekről, meg hogy szarul lesz, kórházba kerül, és így tovább. Igen, vannak ilyenek. De nem ez a nagyon-nagyon általános. Vajon észreveszünk-e azokat az apró pici rezdüléseket, ami a gyerek életében megtörténik, azokat a változásokat? És az nagyon nehéz differenciálni, hogy ez most azért van, mert kamasz. Hát mindannyian voltunk kamaszok, hát pontosan tudjuk, hogy ez milyen, és hát ugye akinek most éppen kamasz gyereke van, az pontosan tudja, hogy azért időnként egy szülő el szokta hörögni ilyen összeszorított fogakkal, ez az agyonütöm bazd meg című történetet, amikor ugye vidd le a szemetet mérén, csinálj rendet a szobádba, jó, mi történt az iskolában? Semmi. Szóval amikor ugye ezek a standard kérdésekre ugye a válaszok tulajdonképpen megszületnek, de összességében ugye azt kellene tudni eldifferenciálni, hogy ez most tényleg csak a kamaszkorról szól. Vagy hogy hozott egy rossz jegyet, vagy szerelmes, vagy összezölt a barátjával, barátnével, vagy tényleg van valami baj. És ez nem egy olyan bonyolult dolog, ez egy valamit kellene tudni csinálni. Kommunikálni a gyerekkel. Na most ez nem egy egyszerű feladat, és nem ezeket az előbb említett standard mondatokat elmondani, hanem összességében mondjuk beszélgetni vele. Én meg szoktam kérdezni a szülőt, hogy mikor beszélgetett utoljára a gyerekével, és nagyon meglepő, hogy mindenki azt mondja, hogy persze tegnap, mert megkérdezte, hogy mi történt az iskolában. Nem. Például mondjuk arról, hogy mondjuk a Carson Komának milyenek a dalszövegei. És akkor a szülőnek úgy leesik az állat. Kinek? Hát én azt gondolom, az ő életükkel kell tisztában lennünk, és ez nekünk, ugye, mert mi betelepültek vagyunk ebbe a világba, ők az őslakosok, nekünk kell hozzájuk sokkal inkább alkalmazkodnunk, és az őt érdeklő témákról kommunikálni, és nem elmondani a régi katonatörténeteket, amik szerintem a gyereknek már itt jön ki a könyöken, mikor apa 27-ére mesél el, hogy annak idején szabad szálláson, hogy szivatt őket az Őrmester című történet, ami háromszor még talán érdekes, de negyedjére már abszolút mértékig nem. Meg a régi gimnáziumi sztorikról mesélne, amik persze
lesz, megint szintén háromszor érdekes, de egy-egyére elveszíti a valóságot, hanem az ő életükről, az őket foglalkoztató problémákról, például mondjuk a klímaszorongásról, például mondjuk a megélhetési szorongásról, például a gender kérdésről, és ezek mind olyan dolgok, amikről csak akkor tudunk velük beszélgetni, ha magunk is rendelkezünk valamiféle ismerettel és tudással, ez pedig meló, amit ugye hát nem a munkaidőből fogunk elvenni, hanem mondjuk kvázi a szabadidőnkből, hogy idézőben készülünk arra, hogy tudjunk a gyerekkel valamiféle közös témát találni, hogy például a Beethovennak milyenek a dalszövegei esetenként, vagy netán elmenni egy ilyen koncertre, megnézni, hogy ők az miről beszélnek, miről énekelnek, mert ők arról a világról énekelnek, arról mesélnek, beszélnek, ami tőlünk nagyon távol áll, mert ez nem a mi életünk, hanem az övék, de őket az érdekli. És onnantól kezdve, hogyha nem találunk közös nevezőket, akkor így megyünk el tulajdonképpen egymás mellett, és nem fogjuk megismerni a saját gyerekünket, és nem veszük észre azokat a pici apró rezdüléseket, amik lehet, hogy tényleg csak egy egyes matek dolgozat, de az is lehet, hogy az az igazság, anya, hogy szarul vagyok, és valahogy nem találom a helyem, és amikor elszívom azt a marihuánás cigarettát, akkor az tök jó. Doktor úr, köszönjük szépen a ránk szánt időt. Köszönöm a beszélgetést. A Villányi Polgári Egyesület és a Villányi Családsegítő Szolgálat által szervezett előadás elérte célját. Zoher Gábortól sok újdonságot és kevésbé ismert összefüggést is hallhattak a jelenlévők. Summázva, igen hasznosan telt a Villányi másfél óra. Átadták az idősebb Dárdai Pál Futballakadémiát. Az újpécsi utánpótláscentrum kiváló lehetőséget biztosít a fiatal tehetségek minőségi képzéséhez. Hivatalosan és ünnepélyes keretek között átadták Pécsett az idősebb Dárdai Pál utánpótlás labdarúgó edzőközpontot. A mintegy 3 milliárd forintból az MLS és a kormány támogatásából a volt kovástelepi sportpályák újjáépítésével és bővítésével létrejött egy új komplexum. Modern körülményeket biztosítva 300 gyermek edzéseihez és a PMSC felnőtt csapatainak felkészítéséhez. Az avató eseményen természetesen részt vett a névadó pécsi ikon fia, a magyar labdarúgó válogatott korábbi játékosa, majd szövetségi kapitánya, és a Hertha volt edzője, ifjabb Dárdai Pál is. Az eseményen adták át a PMSC Öregfiúk Egyesületének idei életműdíját, amit ifjabb Dárdai Pál vehetett át. Térségünk országgyűlési képviselője, a PMSC korábbi elnökeként kettő szerepében is vesz részt ezen a mai eseményen. Milyen érzés egy ilyen központ átadóján itt lenni? Hát Pécsen minden ilyen hiányzik, minden sportinfrastruktúra elavult. Az, amit itt a Dárdai utánpótlás edzőközpont kapcsán eddig össze lehetett rakni, mert ez félkész, a nagyobb része elkészült. Azt persze öröm látni, sokat kellett ezért küzdeni, hogy ide források jöjjenek. Most meg azon dolgozunk, hogy ez a komplexum be is fejeződjön. És egy mondatba belekapaszkodok az államtitkár úr mondataiba, hogy a Schmidt Ádám államtitkár úr, aki sportért felel most a kormányba. Volt egy mondata, amikor az itt lévő profi fiatal sportolókhoz beszélt, hogy ő is azt reméli, hogy majd itt a szomszédba, hisz ő ismeri ezt a helyszínt, itt fog felépülni a PMSC stadionja. Erre egyszer már minden lehetőségünk megvolt. Kormánydöntés, 24 milliárd forint elköltési lehetőség. Hát azt a mutatványt kevesen csinálták meg még az országban, mint Pécs, hogy ebből egy forintot se használt fel. Úgyhogy ezt a történetet újra kell gombolnunk, tehát be kell fejeznünk a Dárdai edzőközpontot. Ez egy kisebb, másfél milliárdos tétel mégis, persze kell ide egy korszerű stadiont építeni. Ha ez meg lesz így, na akkor van Pécsnek egy olyan utánpótlás és profi labdarúgó helyszín, ami kevés van az országban így egy helyen. Én ezen mohácsiként is ezért mesterkedem, hogy ez megtörténjen. Már csak azért is, mert nem csak pécsiek járnak ide az utánpótlás bázisba, hanem akár Mohács, Szederkény, Bói fiatalok is bekerülhetnek, és akár a jövő magyar válogatottjának is tagjai lehetnek, ha ügyesek lesznek. Nagyon fontos mindaz, ami Mohácson, Szederkényen, Bójban, Pécsváradon és egyéb helyszíneken történik, mert a labdarúgás ott zajlik. A gyerek
gyerekek ott ismerkednek meg a labdarúgás alapjaival, és igen, azt kell, hogy időben észrevegyék a tehetségeseket és a legtehetségesebbeket a PMSC-be, tehát a baranyai labdarúgó piramis csúcsára irányítsák, ahogy ez történt annak idején a dárdaiakkal is, és ma hát a dárdai névtől harsog a magyar labdarúgás. Ön hogy emlékszik idősebb dárdai pára, hiszen személyesen is ismerték egymást? Nagyon jól ismertem, hát akkor, amikor a PMSC elnöke voltam, akkor még ő aktívan a PMSC-be dolgozott, szerepe is volt. Tehát én viszonylag rendszeresen találkoztam vele, állandóan beszélgettünk. Az az igazi sváb székely megszállott, aki csak 100%-on tudott dübörögni. Ilyen volt labdarúgóként is, ilyen volt családapaként is, mert ugye ő a dárdai klán háttere, de ilyen volt a fia is, Dárdai Pali, aki most is itt van köztünk ezen a rendezvényen. 61-szeres válogatott labdarúgónk. Egykori szövetségi kapitány, nemrég volt szövetségi kapitány. Külön örülök annak, hogy Dárdai Lajos, tehát a már nem köztünk lévő Dárdai Pali bátyja is itt van, zseniális játékos volt. Amikor Mohács a legmagasabban volt a labdarúgásban NB2-ben, akkor ő volt a csapat egyik nagyon intelligens és meghatározó motorosa. Igen, a dárdai a példája. Azt tudnám mondani, ha van, ahol tehetségek vannak, fussák be azt a karriert, amit a dárdaiak tettek, de ebbe a PMSC biztos, hogy nélkülözhetetlen. Ezért kell ezt a labdarúgó piramist, a baranyai labdarúgó piramist felépíteni, és a tetejét olyanná tenni, mint ami máshol komoly helyeken már megvan, csak hát Pécs van mindenben, nagyon nagy késedelemben. Mai rendezvényen természetesen itt van ifjabb Dárdai Pál is. Milyen érzés belépni ebbe a központba, ahol édesapád nevét olvashatjuk a bejáratnál? Ugye én voltam többször már itt, mert az építkezés alatt is, amikor hazajöttem, mindig kihoztak. Mi büszkék vagyunk nagyon, azért is, mert ugye itt Pécsön azért sok legenda van, sok legenda él, edző, mint játékos, és hogy apuról nevezték el ezt a létesítményt, ez megtiszteltetés, de én azt gondolom, hogy meg is érdemeltem, mert ő soha nem ment el Pécsről, és a Pécs környéki csapatokat is rengeteget edzette, és rengeteg olyan futballistával, akik már el volt felejtve futballistát csinált, akiből még magyar bajnokok is lettek, meg válogatottak, tehát ez a létesítmény, ez nem csak a PMFC, hanem az egész megyé legyen az a cél, hogy a legügyesebb gyerekek ide tudjanak jutni. Hogyha azt nézzük, hogy kiből mit csinált, akkor itt vagy te a legjobb példa. 60-szoros magyar válogatott vagy, voltál szövetségi kapitány, a Hertha edzője, egy szóval egy elfogadott, nagyon jó szakember. Büszke vagy te édesapád ilyen jellegű tevékenységére, hogy férfit faragott belőled? Az biztos, meg ugye, hogy mind a három gyerek nálunk futballista, lehet mondani, hogy lett, mert ugye mindegyik élvonalban van, ugye Bence még majd be kell mutatkozzon, de megvan minden tehetsége. A kertben mennyit ő velük foglalkozott, ugye, amíg élt, tehát az is az ő munkája. Mert én úton voltam, hogy a feleségem, meg a papa, amennyit velük futballozott, meg amely belég nevelt ezt a győzni akarást, úgy, ahogy belém is, tehát ezen a részen nagy művész volt. Tehát kell a genetika, de azért kell a hozzáállás, a kitartás is. Az biztos, hát a genetika fontos, de szorgalommal nagyon sok mindent el lehet érni. Vannak nagyobb tehetségek, akik nem olyan szorgalmasak, és én azt gondolom, hogy ebbe a dárdai habitusba ez az akarati tényező, ez egy nagyon fontos tényező, és ugye akarat meg célok nélkül nehéz ilyen dolgokat elérni, és azt a papa azért belénk vette. Németországban láttad, hogy milyen lehetőségek vannak, most már arra szólunk szép lassan ide-haza is, mondjuk egy-egy ilyen központtal arra fele, hogy meglegyenek a háttérintézményeink? Én azt gondolom, igen, de ami nagyon fontos, hogy vigyázzunk is erre, és ne lepusztuljanak egy pár év, hanem fejlesszük is őket. Ugye a német ebben jó, hogy amikor veszít, akkor mindig lép egyet előre, mert javulni kell. Tehát itt is megvan ez a szép létesítmény, de még egy-két pálya, egy kis stadion még itt Pécsen hozzá, az ugyanúgy más városokra is. Ugye az új akadémiák maradjanak is újak. Tehát az legyen a cél, és legyenek tehetségek. Nagy dolog persze egy létesítmény átadása, de alapkőletétellen indult ez a történet, ahol ott volt a megye közgyűlés elnöke, akkor még Pécsváros alpolgármestereként. Így van, hát ha visszagondolok, akkor mindenképpen büszkeséggel tölt el, hogy annak a széleskörű összefogásnak magam is részese lehettem, amely ahhoz kellett, hogy ez a gyönyörű 21. századi létesítmény itt a Baranyai megyeszékhelyen Pécset megvalósuljon. Visszaemlékszek arra, amikor még Vári Attilával, az MLS képviselőivel, Hargiti János képviselő úr jelenlétében még
korában, ahogy említette, Pécs alpolgármestereként letehettük az alapkövet, és éreztük akkor, hogy most közösen valami igen komolyat tudunk alkotni, hiszen nem csupán arról van szó, hogy megépült egy olyan sportinfrastruktúra a megyeszékhelyen, amely nem csak a pécsi fiatalok számára, de egész Baranya megye számára egy léptékváltást jelent, hiszen talán megadja azt a motivációt is, hogy az a fiatal, aki 7, 8, 9, 10 évesen elmegy focizni, akár valamelyik vidéki klubba, az látja azt, hogyha sok munkát tesz bele, komolyan veszi a sportot, akkor akár egy ilyen fantasztikus létesítménybe is játszhat, vagy bekerülhet, és ez nem kell Európának valamelyik távoli csücskébe utazni, hanem elég csak Pécsre, megyeszékhelyre jönni. De fontosnak tartottuk ezt a beruházást, amikor elindult, abból a szempontból is, hogy egy méltó emléket tudunk állítani idősebb Dárdai Pálnak, aki a pécsiek, a baranyaik szemében egy mai napig élő legenda, hiszen ez az új sportlétesítmény idősebb Dárdai Pál nevét viseli, és én azt gondolom, hogy az ő példája is további motivációt fog nyújtani a fiataloknak, nem csupán az infrastruktúra, de az a szellemiség, amelyet Baranyának és Pécsnek idősebb Dárdai Pál adott. Ezért is örülünk annak, hogy most, amikor a kormány támogatásával befejeződhetett és elkészített ez a létesítmény, és ma már gyerek zsivajtól hangos az Utánpótlás Akadémia, akkor itt lehetett ifjabb Dárdai Pál is a család képviseletében. Én azt gondolom, hogy így volt teljes ez a mai ünnep. Ön is vallja, hogy épp testben épp lélek van? Abszolút. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember teljes életet tudjon élni, ahhoz szükség van a testi, a fizikai erőnlét megtartásához, és szükség van arra is, hogy a szellemi szféránk, a lelkünk is egészséges legyen, és én azt gondolom, hogy a sport az ehhez igen sokat tud hozzátenni. Nem véletlenül javasoltam a kisfiamnak, aki most 7-8 éves, hogy ő is sportoljon, és ma már hetente háromszor jár ő is foci edzésre. Turi Zsolt abban a szerencsés helyzetben van, hogy együtt futballozhatott idősebb Dárdai Pállal. Milyen volt ő a pályán, Isten igazából? Hát egy csupa szívjátékos volt, aki mindent megtett a sikerért, úgy az edzéseken is, mint a mérkőzéseken. Nagyon jó volt vele játszani, én nagyon szerettem, bár nagyon keveset játszottunk mi együtt, és nagyon szerettem vele kártyázni, mert mint fiatal játékost befogadtak egyből abba a brigádba, ahol játszottak, és hát mi nagyon sokat römisztünk együtt az utak során. Edzősködsz és utánpótlásnál is, felnőtt csapatnál is voltál már. Ha ilyen játékosod van a pályán, ő húzza magával a többieket is? Igen, szerencsés helyzetben vagyok, mert mindig voltak ilyen típusú labdarúgók a csapatomba, és hát ők nagyon nagy motivációt jelentenek a többieknek is, hogy így tudnak menni edzésen és a mérkőzéseken. Mit jelent Baranya megyének, mit jelent Pécsnek ez az utánpótlás központ? Gyakorlatilag milyen bázis lehetőséget nyújt? Hát még nagyobb lehetőséget nyújt a fiatalok számára arra, hogy kiteljesedjenek. Sokkal jobb körülmények között tudnak futballozni, mint eddig tették. És bízom benne, hogy ez be is fog következni ez a változás, és minél jobb eredményeket fognak elérni az utánpótlásba. És a felnőtt csapatnál meg már ugye megvan az a lehetőség, hogy az NB1 küszöbén vannak. Sarkaiból fordult ki itt a világ Kovács telepen, emlékszelte még azt hiszem a 10-15 évvel ezelőtti képre, teljesen más volt. Igen, természetesen. Hát én még amikor ugye Serdülőbe itt játszottam, akkor ugye egy csalakpálya volt, meg egy füves pálya. Nagyon sokat változott ez a közeg, nagyon szép lett, és szerintem jó ide kijönni azoknak az edzőknek, akik itt dolgoznak, és a játékosoknak egyaránt. Egy ilyen bázis is hozzájárulhat ahhoz, hogy újra mondjuk NB1-es legyen a PMFC? Igen, természetesen. Hát a fiatalok ugye, hogyha jó képzést kapnak, jó körülmények között, akkor mindig is arról volt híres a pécsi futball, hogy saját nevelésű játékosok alkották a csapat nagy részét. Ennek el lehet, ez lesz a következő lépcsőfok szerintem, hogy ennek az akadémiáknak köszönhetően lehet, hogy újra sokkal több pécsi játékos fog bekerülni a felnőtt csapatba. Az új pécsi edzőközpont óriási lehetőség arra, hogy kiváló edzők, korosztályos válogatott labdarúgókat neveljenek a jövő számára. Talán egyik-másik majd a dárdaiak nyomába is léphet. A lehetőség ma már adott hozzá. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látták. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.